Alió, sziasztok! Mivel a Hogyan fotózz a mobiloldal című videóm viszonylag nagy sikert alkotott, így gondoltam, folytatom a sorozatot. Egy trilógia fog következni, méghozzá városi fotózás, hogy hogyan fotózzatok a városban mobillal vagy akármilyen fényképezőgéppel. Trilógia első részében pedig fogadjátok szeretettel Szingapúr városát! It's not as bad, but it's okay. I'm gonna land it anyway. Pack your bags up and leave. Go choose and come running back to me. It's not as bad, but it's okay. I'm gonna land it anyway. Pack your bags up. Tudom, könnyű, mert Szingapúr, és itt mindenki jó fotókat tud csinálni. Valamilyen részt igaz is, de mégis egy néhány dologra figyelve sokkal jobbak lehetnek a képeitek. Teljesen mindegy, hogy mivel fotózok, digitális fényképezőgép, telefon vagy analóg fényképezőgép, ugyanazok a szabályok érvényesek. De mivel én egy büdös usta disznó vagyok, ezért én megint az iPhone 6-ot fogom választani. Most kezdjük egy kicsit más jellegűvel. Elmondom nektek először, hogy mit ne csináljatok semmiféleképpen, ha városba fotóztok. Pedig az, hogy koordináta rendszerbe gondolkodj, ez úgy szoktam mondani, hogy így mozgass csak a telefonodat. Mutatom, tehát így mozgass. Tehát ami kerülendő mindenféleképpen, az a kamerának és a telefonodnak az ilyen jellegű döntése. Mert hát nyilván ugye nem fér bele az egész felhőkarcoló, és azt mondod, te bele szeretnéd, hogy férjen, és lefotózod így. Megmutatom, mi fog történni. Látod, hogy amikor döntöttem a fényképezőgépet, vagyis hát a telefont, akkor a felhőkarcolók elkezdtek befele dőlni. Nézd meg a vonalakat, bejelöltem neked pirossal. Viszont ha a fényképezőgépet nem döntöd így, hanem egyenesbe tartod úgymond koordináta rendszerben, és lefotózod így... Látod a képet, hogy amennyiben nem döntöm meg a fényképezőgépet, abban az esetben a felhőkarcolók és a vonalok egyenesek maradnak. Hasonlítsuk össze a kettőt? Látod a különbséget, hogy mennyivel jobban néz ki esztétikusabb, amennyiben egyenesek maradnak az épületvonalai? Hát nyilván építész egyenesek tervezte, hogy már úgy fotózzuk le, hogy ferde legyen a felhőkarcoló. Van olyan helyzet, amikor a téma igazából nem is előtted, hanem fölötted van. Oké, megvan a kép. Megint behúzom nektek a vonalakat, hogy miért fontos az, hogy koordináta rendszerbe gondolkodjon az ember. Látjátok, ezek a behúzott vonalak egyenesek, akkor erre kell figyelni. De emelőtt ugornánk a következő kompozícióra egy kis technikai tanácsadás. Én iPhone-t használok, de azt hiszem Samsungok és a többi telefon is van, ez az HDR HDR magyarosan. Ez azt jelenti, hogy a sötét és a világos részletekből is többet fog megjeleníteni a telefonod. Én javaslom, hogy ez mindig legyen bekapcsolva. És megmutatom neked a különbséget, hogy mi történik akkor, ezt HDR-be vagy nem HDR-be fotózom. Vagy a sötét részek lesznek szépek, mint látod ezt a képen, hogy szépek a felhőkarcolón a részletek, viszont az égboltból semmi információ nincsen, csak egy fehér massza. Vagy van a második opciót, hogy az égboltot exponálod ki, viszont akkor teljesen sötét lesz a felhőkarcoló. Vagy ha nem tetszett egyik kép se, akkor bekapcsolod a HDR funkciót, amivel a világos és a sötét részletek is megjelenítésre fognak kerülni. Ez a fényképezőgéped összemontázsolja a világos és a sötét részleteket, és kihoz belőle egy egész jó eredményt. Elismerem azt, hogy a Szingapúr és ez kicsit más téma, de higgyétek, hogy ezek a szabályokat betartva bárhol Budapesten, Érden, Tokióban, Fokvárosban, teljesen mindegy hol vagytok, ezeket a szabályokat betartva, ezeket az ötleteket hasznosítva, tudtok majd fotózni. Viszont itt van a következő kicsit ilyen kompozíciós tanácsom, az pedig a következő. Amikor fotózok felfele, ugye a felhőkarcolók vannak benne, mutatom nektek is, úgy érdemes komponálni a fotót, hogy a sarokból induljanak ki a felhőkarcolóknak az élei. De most látjátok ezt a fölfele fotózott felhőkarcoló képet, ez tök jó és azért tud kompozíciólag jól működni, mert hát amennyire tudtam, úgy komponáltam, hogy pontosan a kép sarkéból induljanak a felhőkarcoló élei. És emiatt lesz jó a fotó, emiatt tud működni, kompozíciólag ez is ugye belevezeti a szemünket, és tök jól tud működni, látjátok. Ez a kompozíciós elem a balis videóból kimaradt. Az pedig az, hogy keretet adsz a témádnak. Látjátok, hogy a baloldali, a jobboldali és az a középső térben az épület keretet ad a témának, a Marina Bay Sandsnek. Fotózzuk le. Látjátok, hogy teljesen egyszerű a kép, mint előbb mondtam, azért tud működni, mert az épületek körbe határolják a témát, a Marina Bay Sands-t. A videó elején mondtam nektek, hogy kerüljétek el a kamera ilyen jellegű döntését. De mi a helyzet akkor, ha egyszerűen így nem fér bele a téma a képbe? Hiába fotózom így, a felhőkarcolónak a teteje, látjátok, hogy már nem fér bele. Tehát de viszont így belefér, csak így tudom lefotózni.
aggodalomra semmi ok, ha ez az egyedüli lehetőség, akkor megmutatom utómunkával, hogy lehet ezt kiküszöbölni. Első lépésként ki kell jelölni a képet, második lépésként jobb klik, free transform, megint jobb klik, distort, ezután pedig a kép sarkait megfogja az ember, és kihúzza úgy, hogy egyenesek legyenek a felkarcoló élei. Mivel látjátok, ez a kép még eléggé torz, jobb klik, free transform, és a kép felső részét szépen lassan felhúzom. Nagyjából ez jó. Nyomok egy entert. Egyetlen hátrány ennek a technikának csupán az, hogy a képminőség erősen romlik. Ilyenkor, mivel húzzuk, toljuk, vonjuk a képet, nem tesz jót ez a pixeleknek. De a probléma megoldva. Ez itt mögöttem egy Louis Vuitton úszóbolt, vagy én nem tudom, hogy hívjam. Ezt fogom fotózni következőre. Nézzük a képet. Látjátok, hogy a telefon ezt a dinamika tartományát még pont át tudja hidalni, még ez így pont belefér, még így pont szép. Oda szeretnék valahogy feljutni, csak fogalmam sincs, hogy mert itt a főút és nincs átjáró. Azt hiszem megtaláltam a bejáratot. Én aztán mindegy, hogy az ember mivel fotózik mobillal vagy tükörreflexes géppel, innen nem lehet rossz képet csinálni. Itt van az, hogy itt viszont csak fekvőbe érdemes fotózni, mivel ugye fekvő jellegű ugye a tájkép, és nyilván fekvőbe fotózni, nem pedig állóban. It's not as bad, but it's okay. Látjátok, most meg tudom mutatni élőben a dinamika tartományt. Látjátok, ide kattintok, akkor ide méri a fényt, ami azt jelenti, hogy ezt szeretné jól exponálni. Itt lesz részlet benne, viszont ha ide mérem a fényt, ahol látjátok, hogy elsötétül a kép. Ezért kell ez a HDR opció, mert akkor megpróbálja a legjobbat kihozni, egy ilyen középső értéket. Amit mutattam az előbb, hogy túl világos az égbolt és túl sötétek a felhőkarcolók, akkor kicsit érdemes várni, még lebukik a nap, és akkor a fényerők azok kiegyenlítődnek, így be lehet exponálni őket. Most már sokkal lejjebb ment a nap, sokkal egyszerűbb beexponálni az égboltot, megmutatom. Látjátok, hogy már nincs olyan nagy különbség. Igen, ennyi volt Szingapúr, örülök, hogy velem tartottak ebben a három részben, amivel tetszett a videó, ha bal felső sarokban nektek a jobb felső sarokban fel tudsz iratkozni a csatornára, és találkozunk Japánban.